A Nemzeti Örökség Intézete 2022 óta információs parcellakövekkel jelöli meg az ország azon temetőit, amelyekben a nemzeti sírkert részeként védett sírok találhatók. A temetők bejáratához elhelyez egy információs parcellakövet, rajta egy QR-kóddal, amely az intézet honlapjára vezet. Az országban több mint 700 helyszínen 6200 sír tartozik az államilag védett sírok közé. A nemzetünk múltját meghatározó példaértékű személyekre lehet emlékezni a látható jelnek, a kezdeményezésnek köszönhetően. Tavaly Keszthelyen a Szent Miklós temetőben március végén telepítettük az első ilyen úgynevezett okos parcellakövet, amely úgy néz ki, mint a temetőkben az egyes parcellák sarkainál, egy azonosító számmal a látogatókat tájékoztató jelzések, és egy rajta lévő QR kódon keresztül a mi honlapunkon az aloldalra juthat a látogató, ahol az ebben a temetőben nyugvó védett sírokban elhelyezett személyekről tudhat meg minden olyan fontos információt, amely akár a településen keresztül, akár a mi kutatásainkon keresztül elérhetővé vált. Székesfehérváron a hosszú temetőben például Hollósi Kuti László katonatiszt, Kelemen Béla nyelvész, irodalomtörténész, Rosti István honvédtiszt és Saj Moritz kémikus egyetemi tanár élete ismerhető meg az okos parcellakőnek köszönhetően. A temető az egy közösség számára kiemelkedően fontos hely, és nem csak a jelenben, hanem a történelmünk tekintetében is, hiszen emberi sorsokról beszélünk, és ezek az emberi sorsok akár állami, akár egyházi, akár városi, akár katonai tekintetben alakították ennek a hazának a sorsát, a városunk mindennapjait, és ezekben a temetőkben azt hiszem, hogy a mában is nagyon érdemes végsétálni, kicsit elgondolkodni, és egy kicsit utána nézni, hogy kiket is takar egy-egy sírfelirat, mikor éltek, mit tettek egy közösségért. Az okos parcellakő információi nagyban köszönhetőek Székesfehérvár egyik pedagógusának, aki kutatta a sírokat. Köszönettel tartozunk Poklosi Péter tanár úrnak, volt kollégámnak a Vasvári gimnáziumban, aki ma már nyugdíjasként, de aktív tanárként is nagyon-nagyon sokat tett azért, hogy ezek a sírok előkerüljenek, hogy tudjuk, hogy hol vannak ezek a sírok, és kik azok a fehérváriak, kik azok, akik a város életében fontos és jelentős szerepet játszottak, és nem csak megtalálta őket, hanem Péter sokat tett azért is, hogy ezek a sírok méltó állapotban találódjanak meg. Székesfehérváron összesen 4 helyen, a Hosszú, a Béla úti, a Sóstói és a Csutora temetőben találhatók majd információs parcellakövek. A Nemzeti Örökség Intézete a temetők fenntartóival együttműködve a temető térképeket is megújítja, a QR kódokon keresztül segítve a tájékozódást.